Tegnap Orosházán játszott és nyert, legközelebb a Szeged ellen lép a csapata a Csurgó, amely a két gigász mögött harmadik a férfi kézilabda bajnokságban, és áll még a kupában is ugyanígy a gólövülista élmezőnyében van, maga a Somogyi szőlősi Szabolcs, a magyar válogatott beállósa is, akinek jó sikerült a spanyolországi VB a helyzet kihasználást illetően. A kitűnő kéz is most a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia. És akkor a VB szerepléseddel kezdjük, és annak az értékelésével. Milyennek értékelte az ottani fellépéseket Zácsik Szandra? Jó reggelt kívánok! Hát nagyon örült neki, és mikor elindultam, akkor azt mondta nekem, hogy ha megkapom a lehetőséget, akkor biztos élni fogok vele. Ugyanezt mondtam neki én is, és gratulált egy minden meccs után, és biztatott. Mert hogy barátnőd volt itt nálunk a múlt korak, ő ugye sérülésből lábadozik, és a VB alatt ö, pontosan dicsérte azt a helyzetkihasználást, amire amit az előbb tettem említést, hogy igenis élsz a lehetőséggel. Nem izgultál? Nem izgultam egyáltalán, nem vagyok egy izgulós típus, nem is szabad, úgy érzem, jó formában mentem ki a VB-re, amit a klubcsapatomból át is tudtam vinni a válogatottba, és szeretnék továbbra is hasznos tag lenni a válogatottnak. Igen, mert egyébként a, a meccseken is látszik, hogy feltűnően blazírt és laza, vagy nem szokott megremegni a, a kezed, amikor a helyzetbe kerülsz ott középen. Ez egyszerűen ilyen a természeted, vagy erre azért úgy treníroztad is magad az évek folyamán? Mindenkinek megvan a mentalitása, én szerencsére ilyen vagyok, úgy érzem, hogy ez ez jó, és próbálok higgadt maradni néha, hogy el is vissza a pályán a hív. De ha elvisz a pályán a hív, akkor mitől tud elvinni? Mi az, ami mégis így, így Maga föl az tud adre adrenalin, meg persze győzni akarás, nem tud gondolkodni az ember a pályán. Egy -e no, szituációban. azt mondd meg, hogy a VB szereplésedet milyennek értékelte Mocsai Mester, a kapitány? Nagyon megdicsért, azt mondta, hogy folytatjuk tovább a munkát, úgy érzem, hogy a mester amennyi bizalmat szavazott nekem, sikerült vele élnem, és jól ment a játék. Remélem, hogy a későbbi ebben is ugyanúgy tudom tovább folytatni. Megvannak a hiányosságaim, ezt tudja ő is, én is, klubcsapatomnál is, az edzőm is, ezen vagyunk, hogy ezt kiavítsuk. Na akkor beszéljünk egy mondatot a, ezekről a bizonyos hiányosságaidról, hogyha ennyire önkritikus vagy. Mi a legfőbb hiányosságot? Én úgy gondolom, hogy védelemben. Most, hogy megtaláltuk a pozíciómat, a kettes pozíciót, válogatott be is klubcsapatomnál is, előtte csak szinte hármasba védekeztem, és most, hogy megvan már, hogy hol védekezek, ezt szeretném finomítani, leginkább az egy-egy elleni védelmet megtalálni, és támadásban nincsenek problémáim. Tehát azt a hátul kell csiszolni magadat és fejlődni. Igen, igen. Szabolcs azt monnak, hogy milyen volt a világbajnokság után a nyolcba kerülést értékelve a társaság és a te hangulatod is. Mennyire éreztétek azt, hogy mindent kihoztatok belőle, és mennyire maradt esetleg bennetek valami hiányérzet? Hát nekem van hiányérzetem. Úgy érzem, hogy ebben a csapatban több van. Tudtuk, hogy egy nagyon kemény mérkőzésre számíthatunk a lengyelek ellen. Szerencsére azon a napon sokkal jobban játszottunk, tényleg egymásért küzdöttünk, amit előtte kicsit ö, hiányoltam a csapatból, és nem éreztem ezt az összhangot, de a lengyeleket szerintem ezzel a együtt akarással sikerült legyőznünk leginkább. Ha nagyjából az egész VB-n olyanra tudjátok magatokat hangolni, mint ami az a lengyelek elleni csúcs teljesítmény volt, tehát gyakorlatilag nem is értették ö, szegények, hogy mi zajlik a pályán, akkor ö, tovább lehetett volna jutni ennél a nyolcnál szerinted? Én, én nagyon csalódott vagyok, mert a Dánokat szerintem le tudtuk volna győzni, és az első 10-15 percben elmentek 9-2-re, 7 gola, jól emlékszem, és utána második fél évben volt a játékunk, a védelem, a támadás, és akkor sokkal jobban játszottunk, meg is nyertük a második fél Sajnos a végére már szerintem, ha még egy 10 percet tovább tartom, el csak akkor át, hogy meg tudjuk nyerni. Én többet érzek ebbe a csapatba, mint mondtam, és remélem, hogy a következő világversenyen először jussunk ki az európai bajnokságra, van még hátra pár meccsünk, jussunk ki, és ott jobb eredményt tudunk elérni, akár nem. egy éremmel elégedetlenül. Uh -huh. De nem kérdés, ki fogtok jutni. A, a Dánok elleni meccs után, és a, amit ott tapasztaltál tőlük, azok után téged már annyira nem lepett meg, hogy ilyen súlyos vereséget szenvedtek a fináléban? De nagyon meglepett, szerintem ezt mindenki meglepte. Nem gondoltam volna, hogy persze tudtuk, hogy a spanyolok hazai pályán, tehát ház előtt nagyon erős, erősek tudnak lenni, és nem gondoltam volna azért, hogy ennyivel jobbak lesznek azon a napon, de hát minden bejött nekik. Akkor most egy kicsit menjünk haza a csurgóra. Milyen hely kézilabdázás a szempontjából ez a bajnoki tabella harmadik helyén álló csapat ez a klub. Hogy érzed ott magad? Milyen ott játszani? Nagyon jól érzem magam, nagyon jó a közösség. Most új edzünk Imre Vilinek már évele óta. Nagyon örülök személy szerint, úgy, úgy, érzem, hogy sokat tanulhatok tőle. Hát igazából csak a kézlabdára tudsz koncentrálni, mint tudjuk, hogy ez egy elég kis város, mindenki így ismeri, aki még nem is járt ott, az is. És napi kétedzés mellett nagyon nincsen csak a pihenésre időnk, más nagyvárosba se csinálnék szerintem semmivel se többet, és igazából minden adott a körülmény, nyugodtan csak a kézlabdával kell foglalkoznunk. Meddig tervezelte ott játszani? Gondolok arra, hogy nem volna idegen számodra, hogyha csak a hazai mezőn nézzük, nem volna idegen számodra Veszprém sem, hogy úgy mondjam, meg hát azért Szeged környékét is ismered, a dél régiót is. Így van, ismerem, Egyelőre jól érzem magam, aztán a hosszabbításról folyamatosan tárgyalunk, próbálunk megegyezni, aztán nem vagyok ellene semminek. Talán talán egy, egy olyan külföldi lehetőségem lenne, de egyelőre nagyon jól érzem magam. csurgon is nem vagyok elkéső semmitől. Sokat köszönhetek neki. Azért az ötödik szezonom, amit most lenyomok, igazából majd a jövő eldönti, hogy hogyan alakul. De hogyha mondjuk megkeresne valamelyik, nagy a kettő közül itthonról, meg lenne jó külföldi ajánlatod, akkor inkább külföldre mennél? A, hát nem tudom, egyenlőre szerintem még maradnék csúrgó mert nagyon jól érzem magam, mint mondtam, és nem tudom, tényleg konkrétumokra még nincsenek. De azért megkeresések, érdeklődések, gondolom főként ezután a sikeres VB bemutatkozás után mindenki szervezi majd a következő évre a csapatát, szóval azért már értek, vannak ilyenek. Természetesen vannak, igen folyamatosan tárgyalunk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a Na jó, többet nem e, e, próbálok kiszedni belőle. Maradjunk még a, a, a mostani helyzetnél. E, harmadik helyen áll a csapat. Ez, ez, körülbelül akkor ott az elérhető maximum, ahol vagytok? Ezt kell tartani? Fur egy helyzet egy kicsit, nem? Mert hogy azért kéne még fölfelé menni, valakit utól Persze, Mondjuk de... Mondjuk kedden a Szegede. Így van. Reméljük, hogy sikerül őket otthon hazai pályán megszorongatni. Biztos, hogy jó mérkőzés lesz nyerni szeretnénk. Most harmadik helyen úgy gondolom, hogy évről évre, mióta én ott vagyok, és felkerültünk első osztályba a csurgóval, azóta felfelejével az egész csapat. Persze ezt tudjuk, hogy egyik napról a másikra ez nem úgy van, hogy most akkor én érmet nyerek. Tavaly sajnos elrontottuk a Füred ellen. nem sikerült megszereznünk a harmadik helyet, így a nemzetközi kupácsra. Remélem, hogy ez jövőre sikerül. Ez most a minimális cél, ez a minimális elvárások elnökünktől is, meg saját magunktól is természetesen. És azon vagyunk most, hogy a tatabányát megvertük idegenbe és esetleg a kupával, vagy a bajnoki harmadik helyet megszerezni és kijutni a nemzetközi korondra. Mert, hogy ahogy a tettememlítést, álltok a kupában is, ott is ott van a célok között a, a fináléba kerülés gondolom, nem? Természetesen, tavaly ez se sikerült sajnos. Itt is lecsúsztunk, most jó pozícióban vagyunk, pályaelőnnyel otthon várjuk, fogadjuk a tatabányát és hát szeretnénk nyerni természetesen, és a négy közé jutni. A legvégén, hogy hogyha már itt múltkor a barátnőddel, Szandrával dicsértünk téged, meg elemeztünk, ugyanő most nem játszik, de csapata elképesztően jó szerepelt a Vilcsa ellen. Te, Szandi képességeit és, és a benne lévő potenciált hogyan látod, mint kézilabdázó? Hát mielőtt összejöttünk, ma azelőtt is néha beszélgettünk meg, láttam a játékát természetesen, Láttam a keg akkor már gratuláltam neki. Tényleg egy nagyon jó játékos, fiatal, tehetséges, mint tudjuk, és meghatározott tagja a Ferencvárosnak is, a válogatottnak is. Hát most kicsit csalódott, hogy az Európa-vágon nem tudott ott lenni a lányokkal. Előtte sajnos nem volt olyan eredményük. Persze, most, hogy nézi a csajokat, és nem tudott lenni, az a legrosszabb szerintem a lábadozónak, aki csak gyógytornája jár, és már látja labdázni a játékosokat, vagy bármi edzésen, ez nagyon rossz érzés, és nagyon sajnálom. Hát igen, Lázár Bence futbolistával is beszéltünk az előbb. Nélküle vagy vele, meddig juthat a BL-be a Fradi szerinted? Hát reméljük, hogy minél hamar vissza fog térni. Neki most ez a legfontosabb szerintem második operációja volt a vállába, semmiképp se szabad elsietni, meg kell várni, hogy százszerzékos legyen, és utána, amikor be tud kapcsolódni, reméljük már a Final four be tud kapcsolódni, és akkor tud segíteni a csapatnak. Hát igen, legyen ott a Fradi, ti pedig akkor küzdjetek a, a dobogóért, meg a nemzetközi szereplésért. Ehhez jó munkát, meg jó meccseket neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.